Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunoltrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Czong Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog életük van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezés csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, személyesen eddig több tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, és csak olyan dolgokat tanít, amiket használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik, küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most szeretném megkérni vezetőket, Szedlacsök Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük meg, mit is csinálunk. Coach-képzéseket tartunk. A coach-képzések által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességet és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képességé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re aranykor legyen. Na most ugye ezzel kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy én kaptam ezzel kapcsolatban egy a fentiektől egy látomást, egy utasítást, hogy nekem ez lenne a dolgom, én ezt bevállaltam, és mivel ezt egyedül én nem tudom megcsinálni, társakra van szükségem ahhoz, hogy együtt megcsináljuk, méghozzá nagyon-nagyon sok társa. A mai világban, ha megnézitek, akkor nem éppen az aranykor felé halad a társadalom, nem éppen afelé halad a társadalom, hogy egyre tudatosabbak, egyre jobban működjenek, hanem inkább épp ellenkezőleg. Hát ugye megkérdeztem, hogy ez miért van így, azt mondták a fentiek, mert ugye ez egy teszt, és most folyik a kiválasztódás. Na most ezzel kapcsolatban de azért majd mondok egy-két dolgot itt a díjmentes részben is, de nyilván a módszereket, hogy hogyan működjön az ember, de erről majd ugye még fogok beszélni, hát nem így szoktam adni az első részben, hanem a második részben, az pedig ugye nem a díjmentes rész. Na nézzük akkor, ugye a coach-képzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Milyen életterületekkel? Önmagaddal. Hát szerintetek az emberek tudnak bánni önmagukkal? Nem? Jól bánnak önmagukkal? És a párjukkal? Van tudásuk? Tanították ezeket az iskolákban? Mármint a hagyományos iskolákban. Nem. És nem kellett volna?
Vagy nézzük tovább, mondjuk a szüleivel, hogy hogyan bánjon az ember. Tanította? Az iskola? Semmit. Például azzal, hogy gyerekeinkkel hogyan bánjunk, hogy jól boldoguljanak az életükben, ezt tanították? És nem kellett volna? Tehát én nem mondom, hogy nem tanítottak fontos dolgot a hagyományos iskolákban, ugye általános, közép, stb. Például olyat ugye az általánosban, hogy tudjon az ember írni, olvasni, számolni, jó? Na aztán ezen kívül mit használsz napi szinten, amit ott tanultál? Tehát napi szinten. Na most az önmagaddal való bánásmódot azt napi szinten tudod használni. Ha van párod, a pároddal való bánásmódot azt napi szinten tudod használni. Ha dolgozol, és mondjuk egy munkahelyen vagy, akkor ott a másokkal való bánásmódot napi szinten tudod gyakorolni. Ha gyereked van és még kiskorú, és otthon van, akkor a gyerekkel való bánásmódot napi szinten tudod gyakorolni. Ha dolgozol, a munkáddal, hogy helyesen bánj, napi szinten tudod gyakorolni. A pénzkeresés, nem keresni kéne a pénzt, hanem találni, nem? Elég furcsán fogalmaz a magyar. Mert attól, hogy valaki keres, még nem biztos, hogy találna. Tehát én inkább úgy nevezném ezt, hogy pénzteremtés. Oké, és a pénzteremtésnek a képessége. Hát nyilván nem úgy teremted a pénzt, hogy mondjuk rajzolsz egy papírdarabra. Oké? Hanem a pénzteremtésnek megvannak a módszerei. Tanították iskolába? Nem, egyáltalán nem. Környezeteddel hogyan bánja? Hát ezt valamilyen szinten azért tanítgatták, nem? Nem túl magas szinten. Ugye lehet, hogy magasabb szinten kellett volna. Hatóságokkal hogyan bánja? Azt tanították, hogy félj a rendőrtől, nem? Azt tanították. De hogy például mondjuk hatóságokkal hogyan létesíts, ha olyan helyzetben vagy? Jó viszonyt, érted? Vagy hogyha netán-tán még olyanabb helyzetbe kerülsz, akkor esetleg hogyan tud magad megvédeni? Hát ezt sem nagyon tanították, nem? Jó, hát ez nem olyan dolog, hála Istennek, amivel az ember napi szinten kell, hogy törődjön, érted? De itt ezek közül a 9 közül, és van egy 10. is, majd mindjárt felrakom, melyik a 10. Hát ezek közül ugye ott volt azért több, amivel napi szinten kell jól bánni, nem? Vagy például az Isteneddel hogy bánsz? Hát egyáltalán, ha megnézzük, ugye akkor az emberek egy nagyobb hányada nem is nagyon hisz ebben, hogy neki van Istene. Semmi gond, evel kapcsolatban is fogok információt, új információt átadni, jó? Mai nap folyamán, valószínűleg itt az első részben, mert ez nem módszer, ez csak információ, jó? Na most akkor Istenünkkel való bánásmódot sem tanították, nem? Hát ha csak nem valaki mondjuk valami vallási iskolába járt, amit akkor, mikor én jártam, még nem voltak ilyenek. Akkor még nem voltak vallási iskolák, de lehetett hit arra járni. Tehát ott valamilyen szinten ott tanították, bár én már nem emlékszem rá, megmondom őszintén. Na nézzük meg, miért is csináljuk az egészet. Na most egy, ott kezdődik, hogy vajon az emberek tisztában vannak azzal, hogy miért születtek. Hát az emberek azt gondolják, hogy azért élnek, hogy egyenek, igyanak, nem? Biztos gyerekkorban azt gondolták, hogy azért születtek, hogy felnőjenek, nem? Majd azt gondolják sokan, hogy azért születtek, hogy utódokat nemzenek, nem?
Na most akkor ugye megkérdezném, hogyha kirepültek a gyerekek, akkor miért születtél? Tehát magyarul, akkor valakinek kirepültek a gyerekei, akkor halljon meg, nem? Mert gyakorlatilag az életének az értelme megszűnt, nem? Hát ha valaki azt gondolta, hogy azért született, hogy felnőjön, utána meg hogy felnevelje a gyerekeket, hát akkor gyakorlatilag, hogy ez megtörtént. Miért az állatok nem így csinálják? Nézd meg, onnantól kezdve, ha nincs utódnemzés, elpusztulnak. Tehát megszűnik az utódnemzés, és rövid időn belül elpusztulnak. Hoppá. De az ember az él tovább. Miért? Mert sokan azt gondolják, hogy hát nem is ezért születtem, hanem azért születtem, hogy mit tudom én, kiszolgáljam a testemet. Milyen kérdésben? Például, hogy minél drágább ruha legyen rajta, nem? Minél drágább autóba ültessem, minél drágább lakásba laktassam, nem? Nem? Sokan azt gondolják. Minél drágább üdülésekre vigyem el, nem? Hát most ez nehéz, éppen tegnap tanulmányoztam. Ugye sokan azt gondoljátok, hogy a kártyátokkal mehettek külföldre. Tudod, mivel mehettek? A legtöbb helyre PCR tesztel. Sőt, van a másik teszt. Ah, mindig elfelejtem. Hogy hívják? Az a 15 perc alatt megvan. Nem? 15 perc, amit a nyálkártyából vesznek. Így van, az 15 perc, ahova is lehet menni. És az olcsóbb, csak úgy mondanám. És nem kell rávárni 24 órát, vagy 8 órát, ha sürgősre kéred, hanem 15 percen belül ott a helyszínen megvan. Érted? Antigéntest. Szembe jutott. Antigéntest. Oké? Okay? Tehát antigén, nem test, teszt. Tehát antigén teszt. Jó, és azt a legtöbb helyen, ahol PCR teszt kell, ott el is fogadják az antigén tesztet is. Na most ez azt jelenti, hogy ugye negatívnak kell lenni. És a legtöbb helyen hiába van kártyád, nem mehetsz külföldre. Magyarországon mehetsz, de külföldre nem. Tehát ugye azért találták ki ezt a kártya kérdést, hogy valami diszkriminációt lehessen csinálni Magyarországon, érted? Hogy a kártyának legyen valami értelme. Mert külföldre gyakorlatilag semmi, ha van 10 országon, ahova mehetsz. Nem tudom, mikor akarsz Kínába menni például. Mert oda például mehetsz kártyával. Na most, szóval érdekes világban élünk, hogyha jobban megnézzük, és hát most igazán aktuális az, amiről én tanítok 10 éve. Tehát 2010-ben kezdtem az ilyen típusú tanításokat, de igazából nem 2010-ben kezdtem az ilyen típusú tanításokat, hanem 2001-ben. 2001. szeptemberével, képzeljétek el. Azért az nem semmi, mert 20 éve. 20 éve kezdtem az ilyen típusú dolgokkal való olyan foglalkozást, hogy már át is adjam az embereknek. De hát akkor ugye viszonylag zárt körben tanítottam, és ugye azóta, 2010 óta vált ez nyilvánossá. És akkor nézzük tovább, hogy miért is csináljuk? Mert a fentiek megbíztak vele minket. Mi az, hogy minket? Lehet, hogy ez másoknak nem tetszik. Engem ezt megbíztak ezzel, és a szervezetemet. Azon kívül, hogy a világban még kit bíztak meg ezzel kapcsolatban, megmondom őszintén, nem is érdekel. Mert én azt tudom, hogy ezt így csinálták, hogy engem megbíztak ezzel, és a szervezetemet. Az azt jelenti, hogy aki a szervezethez csatlakozik, gyakorlatilag azokat is. És azon túlmenően, hogy kit bíztak meg a szervezetek kívül, nem akarom mondani, hogy mit teszek rá. Érted? Jó? Tehát nézzük tovább.
hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Miért? Mert nem azért születtünk, hogy a testünket kiszolgáljuk. Világos ez? Hogy a testünket pihentessük, nyaraltassuk, stb., amit az imént elmondtam. Jó? Nem ezért születtünk. Akkor miért születtünk? Majd mindjárt kiderül. Jó? A lelki fejlődésnek van 7 szintje, tehát ugye ide visszamegyünk. Kulcskérdés a lelki fejlődés. Ezért születtünk. Jó? Na ezért születtünk, a lelki fejlődésért. És akkor megértjük mindjárt, hogyha egy kicsit arról beszélek, hogy ez nem az első életed, és nem is az utolsó. Oké? Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a testednek természetesen ez az első és utolsó élete. De a lelkednek nem. És itt egy kérdés van. Te miért élsz? A testedért? Vagy a lelkedért? Ugye ez a kérdés. És ugye van egy olyan mondás, hogy épp testben, épp lélek. Nem. Fordítva. Épp lélekben, vagy épp lélek, épp testben. Érted? Tehát akkor lesz épp a tested, ha épp a lelked. Miért? Nagyon egyszerű oka van. Mert minden betegség pszichoszomatikus eredetű. Jó, de a tudomány is megállapította, hogy a betegségek 85%-a pszichoszomatikus eredetű. De ha jobban megnézzük, mert valaki mondjuk ezzel foglalkozik, mint én szoktam, akkor rájön arra, hogy minden betegség pszichoszomatikus eredetű. Még a fertőző betegségek is. Hát gondold végig, miért van az, hogy egyesek megkapják a fertőző betegséget, mások meg nem. Oké? És ez régen még az ennél százszor nagyobb problémát okozó fertőző betegségek is, azoknál is úgy volt, hogy egy része meg se kapta. Oké? Pedig volt olyan, hogy a lakosság fele meghalt, vagy kétharmada meghalt, érted? De az egyharmada az meg se kapta. Oké? Tehát minden betegség gyakorlatilag pszichoszomatikus eredetű, az azt jelenti, hogy a lélek megbetegíti a testet. Ez ezt jelenti. Tehát a psziché a, ugye a lélek, a szoma a test, és a lélek megbetegíti a testet. Miért? Nagyon egyszerű. Mert nem hallgatsz a lelkedre. Mert a lelked duruzsol neked, csak nem hallgatsz rá. És azáltal így üzen betegségeken keresztül. De a lélek nem csak betegségeken keresztül tud üzenni, hanem van egy másik dolog is. A baleset. Semmilyen baleset, ami ért az életben, nem véletlenül történt. Tehát az összes baleset, ami ért az életben, nem véletlenül történt. Az azért történt, mert így kaptál a lelkedtől figyelmeztetést. Oké? Tehát ahhoz, hogy valaki a lelkének az üzeneteit tudja fogni, ahhoz jó állapotban kell lennie tartósan. Oké? Tehát ez úgy működik, hogyha egy illető tartósan nem jó állapotban van, és hiába kerül néha jó állapotba, akkor se fogja venni a lelke üzenetét. Érthető ez? Tehát akkor tudja ezt valaki venni, hogyha tartósan jó állapotban van. Na most, akkor ebben a társadalomban, ami most van, mikor már nincs is járvány, és mégis járványhelyzetet tartanak fenn. Érted? Tehát gyakorlatilag fenn van tartva a veszélyhelyzet. Az a járványhelyzet fenn van tartva. Tehát úgy van fenn tartva a járványhelyzet, hogy nincs járványhelyzet. Érted? Nagyon érdekes. Na egy ilyen helyzetben, ahol gyakorlatilag azért van fenn tartva, hogy lehessen diktatórikus intézkedéseket hozni, ezért van fenn tartva. Mert különben, ha nem lenne fenntartva ez a helyzet, akkor nem lehetne diktatórikus, csak parlamentális döntéseket hozni. Világos ez?
Tehát most a parlamenten kívüli döntéseket hozhat a kormány, és azt úgy hívják, mikor egy kormány dönthet a parlamenten kívül, akkor azt úgy hívják, hogy diktatúra, jó? Ez mindig is így volt, ez így is lesz, meg így is van. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs parlamenti demokrácia addig, ameddig a vírushelyzet, a veszélyhelyzet, nem vírushelyzet, hanem járványhelyzet, bocsánat, tehát a járványhelyzet fenn van tartva, oké? Tehát addig ők szabadon hozhatnak intézkedéseket, gyakorlatilag szinte bármit, tehát szinte bármit. Na most ez azt jelenti, hogy a parlamenti demokrácia az nem működik jelen pillanatban, oké? És már nem működik, hát gyakorlatilag tavaly novembertől, jó? De igazából ha megnézzük, március 12-től, tavaly március 12-től, mert ugye tavaly nyáron júniustól novemberig válsághelyzet volt, és a válsághelyzet az egy enyhébb fokozata, ugye a veszélyhelyzetnél enyhébb fokozat, de ott is ugye nagyobb rendelkezési jogot gyakorolt a kormány, tehát gyakorlatilag ott is már félig meddig diktatúra volt. Jó, ott annyi volt a különbség, hogy rendszeresen, mit tudom én, hány hetente, kezdetben két hetente, majd három havonta a parlamentnek áldását kellett adni a diktatúrára. Oké? Tehát kezdetben két hetente, majd három hetente. Tehát gyakorlatilag március 12 óta, tavaly március 12 óta diktatúrában élünk. Tehát nincs parlamenti demokrácia. Oké? Tehát egy olyan világban élünk tehát, ahol elég sok a gond, nem? És én mondtam előre, hogy nagy gondok lesznek. Mondtam előre, nem március 12-én, hanem évekkel ezelőtt mondtam, hogy mit csináljunk, mert nagy gondok lesznek. Tehát hogyan készüljünk ezekre a gondokra. Valaki betartotta, valaki nem, nyilván a többség nem, így jártak. Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést, tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy a testének a kiszolgálásáért született, pedig a lélek az sokkal magasabb rendű, mint az anyag, tehát mint a test. Hát most gondold végig, ez a tested majd él, ami átlagosan 80 évet, érted? A lelked az meg végtelen élettartamú, hoppá. De akkor most melyik a magasabb rendű, egy satnyak is 80 évecskés, valami, érted, vagy egy végtelen élettartamú? Melyik a magasabb rendű? Gondolkodj már. Oké? Tehát akkor melyikért kellene inkább élne? Tehát nem azt mondom, hogy ne szolgáld a testedet, csak ne olyan mértékben. Tehát és az onnan felszabadó energiát azt fordítsd a lelked szolgálatára. Világos ez? Bár hogy csinálod, az a te dolgod, csak mert mindjárt meghallod a következményeit annak, hogy mit hogy csinálsz, jó? Na nézzük, tehát a lelki fejlődésnek van 7 szintje, és akkor nézzük ezt is, hát ez jó. És megnézed, a legtöbb ember ezen a két szinten van. A harmadik, a valahova tartozás szintje, tehát nekem közösséget kell építenem. Tehát nem lehet megváltani a világot egyedül, együtt tudjuk megváltani. És mi a megváltás? Tehát most lehet megváltást csinálni. Tehát megválthatod a belépődet az aranykorba. Sőt, megválthatod a belépődet a magasabb létformába kerüléshez. Mi a magasabb létformába kerülés? A magasabb létformába kerülés az egy isteni
De mondjuk kezdetben inkább azt mondanám, hogy angyali létforma. Tehát az nem azt jelenti, hogy, egy ember meghal, és angyali létformába kerül, óriási tévedés. Pedig vannak ilyen vallások, például a keresztény vallásban, amely ezt tanítja. Nem, egy ember meghal, akkor egy létközi formába kerül. Ezt tudod, mi a létközi forma? Az egy virtuális valóság a lélek számára. És a virtuális valóság az olyan szinten működik, hogy már emberi létformában taníthatják a virtuális valóságot. És tanítják is. Mivel? Már vannak olyan készülékek, hogy fölteszed a fejedre, és akkor egy más térbe kerülsz. Érted? Tehát magyarul úgy érzékeled a valóságot, mintha abba lennél bele, benne. Ezt látjátok, ez a 3D-s olyan, nem szemüveg, hanem olyan készülék, amit fölraknak a fejre, ahol nem látsz mást, csak azt a teret, amit közvetítenek. És ezzel készítik föl az embereket a létközi állapotra. Miért? Mert a létközi állapot megvalósulása az tömegesen fog létrejönni. Nem hosszú időn belül. És mondom majd, hogy miért nem hosszú időn belül. Jó? És ez azt jelenti, hogy ugye erre kiválóan alkalmasak lesznek azok az emberek, hogy sokkal könnyebben elfogadják a létközi állapotot, akik ugye használnak ilyen, virtuális valóságba vívő készülékeket. Tehát ugye azt a számítógéphez kapcsolják, és ugye fölteszik ezt a készüléket, mondom, ez több, mint szemüveg, mert ez nem szemüveg, tehát ez nem a 3D szemüvegről beszélek, ez ugye annál sokkal több, és az illető úgy érzi, hogy mintha ott lenne. Mint ha benne lenne abba, a programba. Oké? Okay? Na szóval, tehát a virtuális valóság a lélek számára az pont olyan, mint ez a készülék. Oké? Okay? Tehát berakják, de az a baj, hogy túl jól el van ott a lélek, és a lelket rá kell arra beszélni, hogy újra szülessen. Oké? Okay? És akkor mi? Nem vicc, komoly. A legtöbb lelket rá kell arra beszélni, hogy újra szülessen, mert tök jól el van abban a virtuális valóságban. Hát gondolj bele, a léleknek nincs hideg, nincs meleg. A léleknek a lélek nem éhes, nem szomjas. Oké? Okay? Na most onnantól kezdve nem fázik, mivel nincs hideg, meleg, érted? Tök jól el van abban a virtuális valóságban. Na, nincs olyan, hogy te neked egy idő után abba kell hagyni a virtuális valóságot ezzel a készülékkel, mert elkezdesz éhes lenni, meg szomjas lenni. Érted? Tehát muszáj abba, de a léleknek erre nincs szükség. És akkor berakják szépen egy virtuális valóságba, és x idő múlva újra születhet. Jó? Ha sikerül rábeszélni, akkor újra születhet. De tényleg, mert nem azért van egy lélek, hogy a virtuális valóságban leledzen. Oké? Okay? Tehát nem ezért van, hanem arra azért van, hogy fejlődjön. És miért kell fejlődnie? Mert alkalmassá kell válni egy magasabb rendű létformához. Érted? Tehát alkalmassá kell válni. Alkalmassá válni egy magasabb rendű létformába. Nézzük meg, hogy mit jelent a magasabb rendű létforma. Tehát mondom, olyan létforma, ahol lélekszinten működsz, felnőtt testet választasz ki, felnőtt testbe tudsz beköltözni, bármikor kilépve abból a testből, és olyan tudásod van, ami nem mérhető a földi tudáshoz. Oké? Okay. Ugyanis a lélek, amikor már nem kell, hogy újra szülessen, visszakapja az összes tudását, amivel rendelkezett. Na most képzeld el, mondjuk volt ezen a földön mondjuk 20 inkarnációd. Mondjuk 20-szor születtél újra. Gondold végig, mennyi frusztrációt éltél meg. Mennyi zaklatottságot éltél meg.
mennyi negatív dolgot éltél meg, persze az ellenkezőjét is. De nem az a kérdés, hogy mennyi jó dolgot éltél meg, hanem az a lényeg, hogy mennyi rosszat. Világos ez? És onnantól kezdve, ha megnézed, bármilyen rossz dolog történt veled az életben, nyomot hagyott. Tehát ebben az életedben bármilyen rossz dolog történt, nyomot hagyott benned. Te próbáltad azt eltemetni, de mégis nyomot hagyott benned. Ami annyit jelent, mondok példát, minden gonosz ember, tudod miért lett gonosz? Nem azért, mert úgy született, hanem azért, mert olyan gonoszságokat élt meg. Hoppá! Ebben az életében, nem az előzőben, ebben az életében. Tehát minden gonosz ember azért lett gonosz, mert abba, tudod honnan? Nem a születésétől, a fogantatástól. Tehát a fogantatástól gonoszságokat élt meg, és ezért lett gonosz. Világos ez? Na most képzeld el, hány gonosz dolgot csináltál mondjuk 20 élet alatt. Ha azt visszakapnád, azt az összes tudást, az úgy működne, mintha ebben az életben kaptad volna. Világos ez? És ugyanolyan hatást gyakorolna rád, mintha az ebben az életben követted volna el. Akkor gondold végig, mennyire kell tudni azt, hogy hogyan kezeld ezeket a múltbéli helyzeteket. És hogyan tedd azt meg, hogy képes legyél minden gonoszságod ellenére jó lenni. Elég ritkán fordul elő az emberi életben, számszakilag mondom, hogy egy gonosz emberből jó ember válik. Vannak ilyenek, nem mondom, hogy nincsenek. De számszakilag, százalékosan nem a többség, hanem a kisebbség. Méghozzá igen kisebbség. Tehát vannak példák arra, hogy valaki gonosz emberből jóvá vált, de ez nagyon ritka. Na most gondold végig, amikor az ember, illetve nem ember már, hanem felsőbbrendű lényként visszakapod az összes tudásodat. De nem csak a 20 életnyit, hanem az előtte lévőt is. Érted? Mert előtte egy életed volt. Tehát mielőtt a földre lejöttél, volt egy életed, amely lehet, hogy több millió vagy több milliárd éves volt. És annak a tudását is visszakapod. Oké? Na ezért mondtam, hogy földi léptékhez mérten, tehát földi léptéki tudáshoz nem lehet mérni azt a tudást, amit akkor, amikor azzal fogsz, tehát mikor feljutsz a felsőbbrendű létformába, és tudással fogsz rendelkezni. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani. Világos ez? Tehát az összes tudásod, amit megéltél, az el van mentve. Mielőtt elkezdtél ember lenni, majd emberként is az összes tudásod, amit megéltél, el van mentve. Másodpercenként 50 kép, hanggal, mindennel együtt. Oké? Nem kevés. Ez mind el van mentve. Azt is tudjuk, hogy hogyan van elmentve. Azt is tudjuk, hogy mi módon történik. Az is, hogy hova van elmentve. Érted? Ez mind, de nem itt fogom elmesélni, jó? Ezt ugye akik már a képzéseken részt vettek, azok tájékozódhattak arról, hogy ez hogyan is történik, akár technikailag. És ugye ez nagyon jó, mert most már meg lehet érteni, hogy ez technikailag hogy működik. De ezt mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy akár 50 évvel ezelőtt is az emberek még nem értették volna. Tehát magyarul miért nem történt előbb ez a dolog? Mert technikailag arra a szintre fel kellett jutni, hogy az ember úgy működik, hogy amit lát, érted, abban már tud hinni. Tehát azt nem azt mondom, hogy hisz, csak tud benne hinni.
Tehát amit lát, amit tapasztal, amit érzékel. És nézd meg, számítógép mikor kezdődött? 50-es években kezdődött a számítógép. Érted? Na most, ami annyit jelent, hogy 70 éve. 70 éve van számítógép. Durván. Tehát azóta, és mióta terjedt el? Hát Magyarországon, ha megnézed, 80-as évektől kezdett elterjedni. Tehát magyarul hiába magyaráztál volna olyan dolgokat, amit az emberek nem értették volna meg, mert nem létezett a tudatukban az a technikai eszköz. Világos ez? Na most a fentieknek a technikai színvonala az nem mérhető össze a mi technikai színvonalunkkal. Tehát egyszerűen nem mérhető össze. Ami azt jelenti, hogy azokat a dolgokat, hogy mit tudom én, mondjuk leszülessünk, vagy meghalljunk, azt simán tudják intézni. Az ember erre hála Istennek nem képes. És nem is lehet képes, mert ha abban a pillanatban, ha erre törekszik, akkor fogják és kitörlik ezt az emberiséget, mint az előző hatot. Érted? Mert elkezdtek Istent játszani, és aztán szépen fogták azt, kitörölték őket. Mármint hogy? Letörölték, legyalulták a földszínéről. Oké? Na szóval, mi itt vagyunk emberek, és azokat a dolgokat, amiket így mondok ezekről a dolgokról, nehogy azt itt, hogy ezeknek jó részét én olvastam. Nem. Ne is azt gondold, hogy túl élénk a fantáziám, mert túl sok cifit láttam. Hanem egyszerűen, mitől én, mondjuk jön egy dolog, és akkor arra kapok választ, érted? Vagy kérdez valaki valamit, és arra kapok választ. Tehát kicsit másként működik, mint a szokásos, tehát emberi működés folyamán. De miért? Mert én ezért vagyok itt, hogy így működjek. Érted? Mármint ezen a bolygón. Tehát azért vagyok itt, hogy olyan tudást adjak át, amit lehet, hogy mások nem tudnak átadni. És ugye amikor például készülök az előadást valamelyik részére, vagy akár az előadásra, akkor, és tartom az előadást, ami nem tudom, hogy közben mit fognak küldeni, és valahogy egy teljes előadást küldenek. Előadás közben. Érted? Tehát ez tetszik ez a dolog egyébként, hogy ez így van, mert én világ életemben arra törekedtem, hogy amit tudok, azt átadjam másoknak. Tehát másoknak, de tényleg. Na nézzük, hogy ugye ezt a harmadik lelki szintet, ezt ugye sokan gyakorolhatják, de nyilván közelében nincs azoknak a számoknak, akik a túlélés, illetve a biztonság szintjén élnek. A harmadik szintet tehát még el lehet érni csapat nélkül, saját csapat nélkül. De a negyedik, ötödik lelki szint már csapat nélkül nem működik. Na most mindnyájan azt gondolják, vagy nem, a sokotok azt gondolja, tehát sokan azt gondoljátok, hogy hát neked hogy lehetne saját csapatod? Na mi kell ahhoz, hogy az embernek legyen saját csapata? Az, hogy képes legyen arra, hogy vezessen embereket. Ehhez kell hozzá. Semmi más. Tehát kell hozzá az, hogy vezess embereket. Na most, mindenki, aki a múlt században született, ezt a képességét születésénél fogva megkapta. Mindenki, kivétel nélkül. Ugyanis mindenkinek a születési dátuma, aki a múlt században született, egyessel kezdődik. És az egyesnek, a születési dátumból az egyes, az a legerősebb számunk, mert az van a sor elején, csak úgy mondanám.
Mert mindig ugye a számmisztikában ez úgy van, hogy amivel kezdődik az a számsor, amilyen számmal kezdődik, annak a számnak van a legnagyobb energiája. És ugye neked mivel kezdődik a születési dátumod? Hát bizony egyessel. És mi az egyesnek az energiája? Vezető. Tehát mindenki megkapta, aki a múlt században született, a vezetői energiákat. Mindenki kivétel nélkül. Úgyhogy nekem nem mondd, hogy te nem vagy képes arra, hogy csapatot szervez, meg csapatot vezess. Oké? Mert te most akkor áltatod magadat, és áltatni akarsz engem is, csak engem nem tudsz. Magadat lehet, hogy tudsz, de hogy engem nem tudsz, az biztos. Oké? Mert azok viszont, akiknál nincs a születési dátumunkban egyes, mert ebben a században születtek, azok tényleg mondhatják. Oké? Hogy nincs vezetői képességük. De a vezetői képesség, mint bármilyen más képesség, tanulható. Világos ez? Na akkor nézzük tovább. Tehát ahhoz, hogy följuss a 4-es, 5-ös, vagy még feljebb küldetés és beteljesülés szintjére, hát ahhoz bizony kellene saját csapat. Miért? Nagyon egyszerű. Ugye tudod, hogy az élet az kétféleképpen működik. Egy. Annak alapján működik, hogy az előző életedben mit éltél meg, úgy, hogy negatív dolgokat mit éltél meg, tehát nem pozitívat, negatívat, és ha azokat abban az életedben nem oldottad meg, akkor bizony ezt megkaptad erre az életedre is feladatként. Sőt, azokkal az emberekkel, akikkel nem pozitív dolgokat éltél meg az előző életedben, hát azokkal megkapod ebben az életedben, hogy rendbe hozta azokat a negatív dolgokat. Világos? Na mindegy, ez egy dolog. Ezáltal, hogy van egy sorsod, na ez a sors, oké? Amiket meg kell élned. Ezeket a dolgokat meg fogod élni, és ott jön be a szabad akarat, hogy te azt hogy kezeled. Világos ez? Az a szabad akarat. Ha akarod, jól kezelheted, ha akarod, nem jól kezelheted. Hát ha jól kezelheted, az nagyon jó, mert akkor kikerülsz ebből a karmából. Ha nem jól kezeled, akkor meg az a baj, hogy kapod tovább azt a karmát. Tehát magyarul éled tovább a karmádat. Tehát akkor a sorsod nem, tehát akkor a sorsodat nem a kezedben tartod, nem te irányítod, hanem a sorsod irányít téged. Világos ez? Tehát ameddig a karmákkal küzdesz, addig a sorsod irányít téged. Amint a karmákat leteszed, attól a pillanattól fogva te irányítod a sorsodat. Világos ez? És ez persze nem úgy működik, hogy vagy ez vagy az, hanem szépen minél több karmikus dolgot megoldasz, annál inkább te irányítod a sorsod. Világos ez? És ha leteszed az összes karmikus dolgodat, akkor onnantól kezdve teljes egészében te irányítod a sorsodat. Világos? Tehát még egyszer mondom, addig, míg a karmák itt vannak az életedben, addig a sorsod irányít téged. Érthető ez? Tehát ez pofon egyszerű. Tehát lényeg az, hogy de szabad akaratod van, tehát van egy karmád és van a szabad akaratod. Oké? Azért mondtam, hogy két dolog van az életedben. A karmád és a szabad akaratod. Na most azért kell jó döntéseket hozni, azért kell helyesen cselekedni, érted, hogy a karmáidat leted. Mert még egyszer mondom, ahogy teszed lefele, egyre inkább már te irányítod az életedet, tehát magyarul a szabad akaratodnak nem negatív hatása van, hanem pozitív. Érthető ez? Mert addig, míg te a szabad akaratod révén helytelen döntéseket hozol, és a karmáidat fönntartod, oké?
addig csapnivaló lesz az életed. Érted? Na most ahhoz viszont, hogy jó döntéseket hoz, helyesen cselekedj, vajon mi kell? Hát tudás. És tapasztalat. Nem? Na most. Vállalhatsz be te tapasztalatot, úgyhogy mindent te akarsz megélni, csak akkor nagy hülye vagy, bocs. Oké. Akkor te vagy a világ leghülyébb, egyik leghülyébb embere. Nem vicc, komoly. Miért? Mert mindent neked kell megtapasztalni, és mindenbe szenvedni fogsz. Érthető ez? Magyarul állandóan csak probléma, 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 egyik lett legyőzöd, következő. Vagy választhatod azt, hogy van csapatod, és közvetve rálátsz a mások problémájára. Érted? És nem te éled meg, hanem más éli meg. Most gondolj bele, mit tudom én, 100 embernek legalább van 30-40 féle különböző problémájuk. Érted? Minimum. Most azt a 30-40 féle problémát te akarod megélni? Hát jó hülye vagy. Erre tényleg nem tudok más mondani. Oké? Hát én azt döntöttem, hogy nem én akarom megélni. Kész, ennyi. Oké? Hanem azt döntöttem, hogy inkább csapatom legyen. Az könnyebb, csapatot szervezni sokkal könnyebb, mint a sok problémát megélni. Hidd el, hogy azt mondja, hogy összességében volt annyi problémám, mint neked. Hidd el. Érted? Személyes problémám. Sőt, még lehet, hogy nagyobbak is voltak, mint neked. Akik itt tanulnak, azok ebben már tisztában vannak, mert erről már beszéltem. Tudom, hogy milyen egy probléma. Nehogy azt hitt, hogy nem. Érted? Tehát nehogy azt hitt, hogy én egy olyan ember vagyok, milyen jó volt nekem, alig volt problémám. Aha. A legtöbb ember azokban a problémákban rég tönkre ment volna, amit én átvészeltem. Érted? Ezt csak úgy mondom. Ami azt jelenti, hogy tudom, mi az, hogy probléma, és nem akarom megélni azokat a problémákat, amit nem nekem kell megélni. Érted? Na most gondold végig, mindjárt megyünk még egy kicsit tovább, hogy tehát a küldetés szintje az, amikor bekerül az ember az aranykorba. A küldetés szintje. Hát ezt is csak úgy tudod megélni, hogyha kellő tapasztalattal rendelkezel. Tehát ha nincs kellő tapasztalatod, hát gondold végig, ide visszamegyünk egy kicsit, jó? Ide a végére. Nézd oda, az embereknek képesekké kell válniuk arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve éljenek. Hát vajon mivel tanulod meg az együttműködést? Nem a csapatmunkával? A csapat tud együttműködni. Ha nincs csapat, nincs együttműködés, akkor kivel fogsz együttműködni? Ja, a családoddal. Aha, aha, és akkor nem ismered azt a mondást, hogy senki nem lehet proféta saját hazájában? Nem tapasztaltad még azt meg, hogy sokkal könnyebben boldogulsz idegenekkel, mint a saját családtagjaiddal? Hát lehet, hogy még nem tapasztaltad meg. Nem véletlen ez a mondás. Persze ezekben vannak kivételek. Kivétel max erősíti ezeket a szabályokat, érted? Tehát az ember sokkal könnyebben boldogul idegenekkel, mint családtagokkal. Hát a eleve ott kezdődik, akiket régóta ismersz. Azok beskatujáztok téged, érted? Azoknak mondhatsz akármit. Neki ugyanaz vagy, mint aki
hány éves vagy, attól függ, nézd vissza, amilyen voltál 10, 20, 30, 40 évvel ezelőtt. És nem gondolják azt, hogy te azóta bármit is változtál. Érted? Sajnos ez van. Tehát ezért van az, hogy senki nem lehet profit a saját hazájában. Egy idegennél meg nem vagy beskatujázva. Érted? És akkor melyik a több? Az ismerettségi köröd, vagy az idegenek? A bolygón. Hát az idegenek azok sokszoros az ismerettségi körödnek. Tehát a legnagyobb ismerettségi körrel rendelkező ember is közelében nincs ahhoz képest, amennyi idegen van a bolygón. Érted? Tehát akkor miért gond ez az a fajta dolog, hogy vezetni embereket és együttműködni emberekkel? Miért gond? Na, menjünk vissza oda. Tehát lelki fejlődés. Az aranykort még emberként éled meg, és az aranykorban kell elérni a beteljesülés szintjét. Oké? És a beteljesülés szintjének az elérésekor kap az ember egy lehetőséget, hogy visszajön az aranykorba tanítani. Oké? Vagy már angyalként éli az életét. Oké? De azért mondanám, hogy a fenti társadalmi formában nincsenek elnyomók. Sőt, már az aranykorban sem lesznek. Na, nézzük tovább. Azért csináljuk, mert 2026-ig folyik a kiválasztás annak, hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat. Oké? Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Tehát lejárt az idő. 2012-vel érkezett el az időszak, 2012. december 22-vel járt le az előző korszak, tehát 23-tól jött el az az időszak, ahol arra kell törekedni, hogy az ember bekerülhessen az aranykorba. De mi lesz veled, ha nem kerülsz be az aranykorba? Hát nagyon egyszerű. Ugye lesz egy lényegesen csökkentett létszám, amelyik bejut az aranykorba. Ami azt jelenti, hogy az emberek nagy része az sajnos nem fog bejutni a jelen állás szerint. Tehát ami változhat természetesen pozitív értelemben, de a jelen állás szerint a lakosság nagy része az nem jut be az aranykorba. És akkor hova születni újra? Ide a bolygóra. De csak úgy kérdezem. Tehát létrehoztak egy új bolygót, ahol újraindítják az emberiség ilyenfajta működését ezzel a testtel, ami van. És gondold végig, ott is mikorra fogsz újra születni, vagy azok az emberek, mondjuk neked szerencsés helyzeted van, ha már itt tanulsz, de aki nem tanul itt, és csak hallgat engem, mondom neki, hogy mikorra fogsz újra születni, amikor itt milliárdok nem jutnak be jelen állás szerint az aranykorba, milliárdok. Érted? És onnantól kezdve, és elindul majd mondjuk 50 emberrel az a bolygó. Tehát mint régen, az azt jelenti, hogy régen ez úgy működött, hogy több mint 1000 évet voltak az emberek virtuális létközi állapotban. Több mint 1000 évig. Mire felszaporodik a lélekszám olyan szintre? Hát most gondolj bele, megélnek az emberek ebben az életben mindenféle negatív dolgot, amit nem hoznak helyre, és ki kell választani majd azt a családot a másik bolygón, ahova leszületik és megéli azokat az élethelyzeteket, ami által létrehozza azt, amit neki a karmájából meg kell tanulnia.
mert ő fogja létrehozni. Érthető? Ezért nem születünk be hasonló családokba. Csak olyan családokba születsz be, születtél be, amiben neked kellett beszületned az előző életed alapján, hogy megéld azokat a negatív élethelyzeteket, elsősorban negatív élethelyzeteket, és meg is élted, ezáltal olyanná váltál, aki szépen létrehozta az életében azokat a dolgokat, amit meg kell élned, meg a találkozásokat is természetesen, amiket meg kell élned. Érthető ez? Mert ha egy másik családba születtél volna be, akkor most másmilyen lennél. Érthető ez? Méghozzá teljesen másmilyen lennél. Világos? Tehát nézzétek meg, hogyha egy ember testvérként születik be egy családba akár, még akkor sem ugyanolyanok. Ne kinézetre nézd tulajdonságukat. Sőt, még az ikrek is eltérnek egymástól. Oké? Még az ikrek is. Ugye nekem az, ebbe is szerencsém volt, mert az anyósom az ikerpár. És ugye személyes, hosszú kapcsolat volt anyósom és köztem, és az ikre közt. Érted? És láttam a különbséget a kettő közt. Pedig ikrek voltak. Tehát nem a kinézet a lényeg, a tulajdonságok. Oké? Szóval, ha nem abban a családban születtél volna, tuti, hogy nem így működnél, ahogy most működsz. Az hódzér. Na most ezáltal ugye az a szerencsés helyzet, amikor sok család van, mert sok családban simán lehet találni a fentieknek olyat, aki azt mondja, hogy na akkor ez pont azokat az élethelyzeteket fogod megélni, ami alapján olyan leszel, amit az előző életedből hozol. Na igen ám, de egy újraindított bolygónál ez nem így van. Világos ez? Persze egy 7 milliárdos, mikor 7 milliárdon, meg 6 milliárdon voltunk, meg most már 8 milliárdon, hát könnyű kiválasztani egy olyan családot, ahova beszülessen. Világos ez? Na, jó. Tehát szabad akarat van. Mert már előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra szintre fejlődjön az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. Tehát nem tudunk addig, legalábbis a, tudod mennyi tudna eljutni jelen pillanatban a, az emberek közül itt az emberiségnél a beteljesülés szintjére? Tudod mennyien? Mondjuk 1 100 000-elék. 100 000 emberből egy. Tudod miért? Mert addig nem tud az ember fejlődni, ameddig elnyomás van. Érted? Mert a fejlődése ilyen. És minél jobban kiszakad az elnyomásból az egyén, annál könnyebb a fejlődés. És te meg bent tartod magad az elnyomásba. És fejlődni akarsz. Érted? Tehát szépen le kell válni az elnyomásról, mert addig nem tudsz fejlődni. És ugye mivel 2035-re lesz arról gondoskodva, hogy az elnyomók már nem játszanak szerepet, hát ameddig te úgy tanulsz, hogy nem válsz le az elnyomóitól, érted? Addig gyakorlatilag nem tudsz úgy fejlődni, hogy fejlődhetnél. Világos ez? Nem tudsz úgy fejlődni. És ugye 2035-re megszűnnek az elnyomások teljes egészében a bolygón, és onnantól szárnyalhat az ember. Oké?
Jó. Az ember és életjobbító coach képzéseinket igénybe veheted személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről. Továbbá le is töltheted. Jó? Tehát le is töltheted. Tehát elég széles a hozzáférési lehetőség, mint például ma fölhívta a feleségemet egy hölgy, hogy ő nem ér rá a képzéseket hallgatni, ezért nem fogja befizetni a következő hónapot. A Marian azt mondta, hogy rendben, és esetleg kéri a törlését is, azt mondta, hogy azt nem kéri. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hogy nem, nincs valakinek ideje arra, érted, hogy mondjuk a telefont magára kösse, bedugjon egy fülhallgatót, érted, és hallgassa az előadást. Na most ehhez milyen idő kell? Tehát nem csak élőben, felvételről. Vagy már fő van töltve a telefonra MP3-ba, és simán hallgatja. Milyen bagon? Milyen idő kell ehhez? Hát figyeld, annak idején én először kazettákról tanultam, majd CD-kről. Nyilván nem spirituális dolgokat elsősorban, bár azt is. És az ömét úgy hallgattam, hogy például közlekedtem autóba, és az autóban hallgattam. Vagy a, mit tudom, a lakásban voltam, és főhangosítottam, és hallgattam, érted? Tehát a családdal mentünk lefele nyaralni például, mert akkor régen sokat nyaraltunk, de már kinőttünk belőle. Tehát lényeg az, hogy ott voltak a gyerekek, és a gyerekek végig előadást hallgattak, ami 7 órán keresztül, érted, oda, meg 7 órán keresztül vissza. Nem vicc, komoly. És az egész család ugye 4-en. Sőt, a keresztfiamunkat is vittük mindig, ő is azt hallgatta, kész, ennyi. Érted? És milyen idő kellett hozzá? Na, csak úgy mondom. Jó? És akkor nézzük tovább. Ugye van nagy témánk, 25 nagy témánk, azon gyorsan végigmegyek. Itt a 25 nagy téma. Nagyon gyors volt, igen. Ja, és akkor itt vannak az égi üzenetek fentről, ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulni az ember és élettel való helyes bánásmódról, illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menni az embernek. Ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fogja az illetőt hatalmába keríteni. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz. Másokért kell fejlődnöd. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Már nincs más út. További égi üzenet. Az emberiség vagy 2035-ig létrehozza az aranykort a Földön, vagy tovább nincs értelme a létezésének. És akkor nézzük tovább. Ha nem veszed észre a lelki fejlődését, szükségességét, a szellemiség és a teremtőt szerepét az életedben, tátkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. A módszereket is átadó lelki fejlődésre a fentiek által kiválasztott hely a PPN Nyílt Akadémiája. Az aranykor és az elnyomoktól mentes szeretet, béke és boldogság kora, a tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. És a torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. Na azért kíváncsi lennék, hogy a spirituális tanítók közül hány olyan van, amelyik 9 évet tud tanítani. Csak azért megkérdezték, ugye többen tőletek, hogy milyen nagyképű az a szedlacsik, hogy azt gondolja, hogy csak önálla lehet ilyen dolgokat tanulni. Aha, és akkor megkérdezném, és neked van 9 évnyi tanítási lehetőséged? Nekem van. Oké?
Úgyhogy ami az egész életre terjed. Ha elég, vagy ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve, önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol ezt nem is fogod elérni. Aki ki akarna maradni, az gondolod, hogy még megéri az aranykort? Hát érdekedbe csináljuk, gondolkodj már. Azt szeretnénk, hogy bekerülj az aranykorba. Csak az a baj, hogy jobban szeretnénk, mint te. Ez a fő probléma. Csak egyetlen út van a szeretetben együttműködéshez, és az nem a külön utakon járás. Saját személyes fejlődésedhez következők kellenek, kell egy közösséghez tartozás, azonos célok, az ember és az élet ismerete, etikus élet, a mindennapokban használható tudás és módszerek, a nagy közösségen belül saját csapat. Nem gondolod, hogy elég szomorú dolog lenne rád nézve, ha nem engedhetnéd meg magadnak a havi 9800 forintot a saját személyiséged fejlődésére és az életed jobbítására és az aranykorba jutáshoz? Visszaosztva a 30 órával, az 330 forint. Áll aztán akkora összeg, hogy bárki belerokkan. Nem gondolod, hogy az emberek szellemi fejlődésének elősegítése az egyik legetikusabb tevékenység a bolygón? Esetleg nem lenne jó úgy biztosítani a saját és családod megélhetését, hogy ajánlod a szellemi fejlődést másoknak is? Gondold végig. Mivel itt vagy, te valószínűleg jó ember vagy, ezért kezd el te is az aranykort építő független PPA közösséggel az együttműködést, tehát mi függetlenek vagyunk, ezt jól tudod, meg azok is maradunk. Úttörő szerepünk van, tenni kell rendszeresen a dolgunk, vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező, a mindennapokban használható, a boldog élethez vezető tudást. Az emberiség számára csak egyetlen út van, a 2035-től létrejött aranykorba jutás. Egy egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 2026. január 1-től számítva 9 év kell. Tudod, hogy mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni? Tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez. Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal, ugye tudod jól? 2012. december 23-tól aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz nem akarja a lelki fejlődést, az nem éri meg az aranykorba jutást. Aki ezeket nem hiszi el, majd megtapasztalja, semmi gond nincs ezzel. Jó, és akkor magamról egy-két gondolat, kaptam egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem, olyan módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amelyek által képesekké válnak aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek megváltoztatásához kaptam egyedülálló különleges képességeket, amiről volt szó a házigazda részéről. Ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. Oké? Tehát mindent. Akkor mondok nektek itt befejezésként egy történetet, és gondolkozzatok el rajta, jó? Minap fölhívott egy tanulónk, és a következőt mondta. Ugye akik spirituális emberek, azoknak nem meredek ez a dolog, amiről fogok beszélni. Azt mesélte, hogy van neki egy ismerőse, aki szellemlevétellel foglalkozik, tehát tisztítása. De ugye nem csak az illetőről szokták levenni az elhalt szellemeket, akik ugye rátelepülnek egy rossz hangulatú emberre simán, akik nem mentek, nem hagyták itt el a bolygót, tehát el kellett volna hagyni, és be kellett volna kerülni ugye a virtuális létformába,
Tehát nem hagyták ezt el, ugye egyébként a virtuális létforma helyileg a Marson és a Vénuszon van, csak úgy, hogy tisztában legyünk ezzel, és nem hagyták el ugye a földi létet, és ezért ugye elfogy az energiájuk, és rátelepülnek rossz állapotú emberekre. És akkor vannak olyan emberek, akik ilyen tisztítást végeznek. De nem csak rátelepülnek, hanem az is lehet, hogy itt kolbászolnak össze-vissza, jönnek-mennek, mivel szellemlények, nincs tárgyi akadály a közlekedésükhöz. És ugye vannak akik, mint tudom én, meghaltak egy lakásba, te beköltözöl abba a lakásba, és ott van a lakásba, érted? Tehát ugye ezek az emberek, akik tisztítással foglalkoznak, azok képesek arra, hogy leszedjenek emberekről szellemeket, és képesek arra, hogy a lakásból kitisztítsák a szellemlényeket. És az ismerősöm ismerőse egy ilyen, illetve a tanuló ismerőse egy ilyen tisztító, aki ezt végez rendszeresen, és ő úgy csinálja a tisztításokat, hogy előtte engedélyt kér a fentiektől. Oké? Tehát, hogy megtisztíthatja el azt az illetőt. És de még arra is engedélyt kér, hogy a lakását megtisztíthatja el. Jó? Tehát, na most, képzeljétek el, azokat, akik beoltották a fentiek, azt mondják, hogy nem tisztíthatják meg őket. Hoppá! Húzós, na erre kaptam rögtön válaszként, képzel, azonnal jött a válasz, hogy az angyalok, az őrangyalok ott hagyták őket. Durva. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, nincs őrangyaluk, hány olyan helyzetben volt, ahol az őrangyal segített. Na ők nekik nem fog. Ha csak, van egy, azt is mondták, ha csak nem változik ebben a kérdésben a gondolkodása, és nem kezd el fejlődni. Tehát visszaút van, mindig van visszaút, vissza lehet fordulni. Még azok is vissza tudnak fordulni, akik eladták a lelküket. Gondold végig. Onnantól kezdve őrangyal nélkül vannak. Ez kemény. Ja, de hát az ő dolguk, ő döntésük volt. Beették a maszlagot, érted? Becumizták. Bekapták a cumit. Érted? Ennyi. Úgyhogy durva, de ez van. És akkor ugye eszembe jutott az is, hogy gondold végig, hát tök jó a fentiek részéről. Onnantól kezdve nem kell nekik eltenni őket lábaló. Ennyi. Megszűnik a védelmek, védelmük. A őrangyali védelem megszűnik, kész, annyi. Élnek, ameddig élnek. Oké? És akkor onnantól kezdve nincs az, hogy például segítenek abban, hogy a betegségből könnyen kigyógyuljon. Ezt csak úgy mondom. Az sincs, az is megszűnik. Mert az is őrangyali dolog volt. Na, hát ez befejezésként. Jó, úgyhogy ezért nem véletlenül mondtam azt, hogy nagyon sokan meg fognak halni. Nem véletlen. De ezt most ugye már régen mondom. Tehát ez nem félelemkeltés. Mindennek következménye van ezen a bolygón, jó, ha tudjuk. Tehát semmi nem nincs véletlenül. Ok-okozati összefüggés van minden pillanatban az életedben. Érted? Minden pillanatban. Tehát olyan, hogy az életedben bármi véletlenül történjen, olyan nincs egyetlen egy pillanatot se. Érthető ez? Akárhány évet élsz, fogsz élni, egy olyan dolog nincs az életedben, ami véletlen pillanat lenne. Tehát mindek okokozati összefüggése van. Jó? Na, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a házigazdánknak. További jó tanulást kívánok mindenkinek. Szeretlek benneteket. Sziasztok! Köszönjük szépen Szerdacsik Miklósnak ezt a
ismét fantasztikus előadást, ilyenkor kicsit nehéz is megszólalni, hogy valami okosat is tudjak mondani. Magamról pár szót, amit a legelén elfelejtettem mondani, meg bennem volt, hogy elmondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy amikor fölkér Szedlacsik Miklós engem házigazdának, mert ilyen különleges ember mellett, tehát egy légtérben lenni egy ilyen különleges emberrel, ez nem mindennapi. És szerintem kevés ember mondhatja el magára, hogy erre van lehetősége, tehát ezt mindig köszönöm szépen. Végzettségem szerint gépészmérnöknek tanultam, Lépényből jöttem, családi helyzetem nős vagyok, két lánygyermek édesapja vagyok. Amikor a gépészmérnöki, tehát a főiskolát elvégeztem, akkor ugye elhelyezkedtem, mint gépészmérnök, viszont hát nem nagyon találtam benne a helyemet, valami nagyon hiányzik, olyan idegennek tűnt az egész, mintha nem jó helyen lennék. És hát innen pont 20 évvel ezelőtt kezdtem el keresni a spirituális, tehát keresni kezdtem válaszokat kérdéseimre, és akkor egy ismerősöm ajánlott egy spirituális tanfolyamot, spirituális képzéseket, ahova elmentem. Onnan indult az én spirituális utam, és tehát igazából nem éreztem azt, hogy a tudás éjségemet az csillapította volna. Kerestem, és akkor találtam meg Szedlacsik Miklóst és tanításait, és úgy éreztem akkor, hogy helyre kerültek puzzle darabok, helyre került látásmódom, máshogy látom a világot, és nyugodtabban érzem magam, nyugodtabban tudom tenni a dolgomat, mert egyszerűen helyre kerültek a dolgok. Főleg amikor egyik coach képzés által megtanultam, hogy mi a küldetésem, és akkor abban a pillanatban rögtön ráéreztem, hogy ami Szedlacsik Miklós küldetése, én az amellé teljes mértékben oda tudok állni, és magamévá tudtam ezt, tehát azonosulni tudtam vele, és most már nem kérdés, nem hit, hanem meggyőződés és kötelességemnek tartom, hogy ezt továbbadom másoknak, tehát az nagyon kevés, hogy csak tanulok, ezt továbbadom másoknak. Mit kaptam? Most több mint 3 éve tanulok már Szedlacsik Miklóson és a PPH-ban, Nyílt Akadémiánál. Kaptam jobb életet, új barátokat, nagyon sokan eltávoztak, már úgy mondta, hogy távolodtak tőlem barátok, de igazából nem sajnálom, mert sokkal több új és minőségi barátokat kaptam. És tanácsolni csak azt tudom másoknak, hogy aki még csak beregisztrált, vagy még nem is regisztrált be, az gyorsan tegye meg, regisztráljon be. Aki látott pár videót, az ne habozzon, és kezdjen el tanulni, tegyen egy próbát, nem fogja megbánni, viszont ha nem tetszik, akkor is abba tudja hagyni, tehát nem probléma. Amit tanácsolni tudok még mindenkinek, hogy ezt tapasztaltam az életben, ez nem régi képzésben volt benne, hogy minden rosszban megtalálni a jót. És amióta ezt teszem gyakorlatba, azok a dolgok, amik nagyon rossznak, nagyon negatívnak tűntek, azokat is el tudom fogadni, mert megtaláltam benne, némelyikben nem könnyen, de megtaláltam benne a jót, és azáltal teljesen más elviselni, más megélni, máshogy élem meg ezeket a dolgokat. Amit még tudok, tehát én személy szerint tapasztalatom alapján tanácsolni másoknak, hogy egyik legnagyobb kincsünk az a jó hangulat. Tehát azt szinte bármi áron meg kell tartani, mert ez magával vonza mind a helyes gondolkodás, mind hogy tudunk gondolkodni, mind hogy tudunk tanulni. Ezt nem szabad hagynunk, nem szabad hagynunk, hogy ezt elvegyék tőlünk, vagy ebbe, tehát ez ne legyen meg. Ezen kívül pedig nem érdemes elhamarkodottan ítélkezni. Ezt mondom azoknak, akik még nem tanulnak itt, hogy amit és ahogy hallod Szedlacsik Miklóstól az előadásokat, ne ítélkezd
elhamarkodottan. Rengetegen vannak, akik azt mondják, hogy miket mond a Szedlacsik Miklós, milyen a hangja, tipikus. Ne ítélkezz, hanem ne ezt nézd, hanem a tudást, ami mögötte van, és gyere, tegyél egy próbát, minden pudingnak próbálja az evés. Ki kell próbálni, bele kell kóstolni, és akkor úgyis itt fogsz maradni, mert megtapasztalod a tudást. Hát körülbelül ennyi. A szünet után most önismeret 5 coach képzésünk lesz, melyen, ha van lehetősége, várjuk szeretettel. Ha úgy látja, hogy nem érdekli ajánlatunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és szeretettel elköszönünk öntől. Most pedig akkor 25 perc szünet következik.